Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hová mész? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázra zsóról! Szabó Lőrinc és Petőfi verseit választották a legtöbben a versmondók a hétvégi Ötágú síp üzenete címmel megrendezett kulturális találkozón, de népszerű volt Varró Dániel és Lacfi János is. A hazai és határon túli általános iskolásoknak szóló versenyt már 16. alkalommal szervezi meg az EGRI Kulturális és Művészeti Központ a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva. Több száz ember munkája van benne ebben a rendezvénysorozatban. Az önkormányzat is támogat, a forrás teljes munkatársi gárdája, határon túli intézmények, felkészítő tanárok, diákok, vidékről is, még messzebbről is, rengeteg ember szívelelke benne van, ezért olyan varázslatos a hangulata, és azért kulcsszava a szeretet a lehető legkozmikusabb értelemben. A magyar nyelv szeretete, védelme, tisztelete nagyon fontos, és ennek nagyon szép példáját látjuk határainkon túl, mondta köszöntőjében Martonné Adler Ildikó alpolgármester. Hozzátette, minket magyarokat nagyon szoros kapocs köt össze, az anyanyelvünk és a kultúránk. A találkozó a szavalóversenyen kívül más programmal is várta a gyerekeket. Magyar Kanizsáról egy tegnap este bemutatott diákszínjátszók által bemutatott színi előadás, és a ma megnyíló kiállítás. Tehát próbáljuk így az anyaországi és a határon túli magyar kultúrát, és nem utolsó sorban az embereket közelebb hozni egymástól, így lélektől léglekig. Szép volt, nemes volt, tiszta, mint a hó. Ott élő már csak a nagy emlékekben, minden elomló és elsuhan. A versenyre Eger és Heves megye 88 iskolájából, valamint Szlovéniából, a Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból érkeztek diákok.